Már egy hete vagy te, Pete. Legyen már belőled lép. Legyen, mint minden legyen, rajtad is hat láb, legalább. Szárnyaid is legyenek, a fene egyenek, mert ha légy vagy, légy, légy. Romhányi József munkásságát nem kell bemutatni a magyarországi közönségnek, hiszen a Nagy Tétényben született költő és műfordító humoros és frappáns költeményei kicsintől a nagyokig mindenkihez eljutottak rajzfilm, musical vagy éppen opera szövegek formájában. A nagytétényi szülőháztól pár utcányira immáron 18 éve rendeznek versmondó versenyt a Rímhányó emlékére. A Szelman házban idén is három kategóriában indultak a 22. kerület iskolásai, hogy bemutatkozzanak az öttagú zsűri előtt, melynek elnöke Romhányi József lánya, Romhányi Ágnes. Milyen érzés az, hogy ennyi évvel később egy versmondó versenyen is megelevülnek ezek a versek? Egyáltalán az, hogy a mai kor generációja foglalkozik ezekkel a versekkel. Ez egészen elképesztően jó érzés. Hát végül is apám 83-ban halt meg, tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú idő, generációk váltották azóta egymást. És hogy ezek a versek még mindig élnek és szeretik őket, és hát ez egészen ifjú generációtól indulunk, de hát később is, és a 20 évesek is. Szóval ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Hát nem is tudom, szerintem nem hitte volna, hogy ilyen sokáig fennmarad, de hát biztos, hogy boldog lenne, hogyha ha tudná. Akár a Ludas Matyi, a Frédi és Béni, vagy pedig a macskák szövegeit nézzük, bizonyos, hogy a makáma műfaját Romhányi szeretette meg a hazai nézőkkel. Sok generációnak sok fajta értelmiségi, vagy kevésbé művelt, de szóval nagyon nagy réteget céloz meg. A gyerekek megtalálják az örömüket a játékosságban és a humorban. Én azt hiszem magam részéről, hogy ezt igazán egy felnőtt tudja értékelni és élvezni. De hát minden felnőttben még ott rejtőzik a gyerek, legalábbis jó esetben. És a gyerekek is már borzasztóan nyitottak a felnőtt humorra. Tehát ez valahogy azt kell mondanom, hogy ilyen szempontból minden korosztályhoz szól. Igaz volna a mafát, hogy az orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát? Egy nagymamát, egy grammot se, ez az egész csak körímese. Hogy piroskát önfalta felterem, az is, ha visved, nem hagyott belőle más, csak egy fél pár harisnyát.